A rendkívüli járványügyi veszélyhelyzet különleges jogokat és egyben felelősséget is ad a polgármesterek kezébe. Arra kérem polgármester társaimat, hogy ne éljenek vissza ezzel a rendkívüli jogi helyzettel. Fölháborítónak tartom azt, hogy komló és szexárt Fideszes polgármesterei a képviselő testületet megkerülve, egyedül fogadták el a település költségvetését, vagy döntöttek például az ellenzéki képviselők tiszteletdíjának lenullázásáról, vagy akár helyi média ügyekről. Ugyanígy fölháborítónak tartom azt is, hogy a DK fővárosának számító Új-Budán, amely Magyarország ötödik legnagyobb önkormányzata, hasonlóképpen járt el a DK-s polgármester a képviselő testületet megkerülve, Egyedül döntött arról, hogy új parkolási céget, vagy éppen média céget hoznak létre. Azt gondolom, hogy azokkal a polgármesterekkel, akik a joggal vagy a hatalmukkal visszaélnek ebben a rendkívüli veszélyhelyzetben, pontosan úgy kellene eljárni, mint háborús helyzet idején, háborús bűnösökkel szoktak. Ugyanezt gondolom azokról, akik most nyerészkedni kezdtek, és akár 800%-kal fölemelték a készfertőtlenítők, vagy akár a védőfelszerelések, a maszkok árát. Elvárom és kérem a kormánytól, hogy azonnal vezessen be hatósági árat a készfertőtlenítő védőfelszerelésekre és az alapvető élelmiszerekre. Én itt Ásotthalmon természetesen nem fogok visszaélni ezzel a helyzettel. A képviselő testület, ahol egyébként a mi hazánknak nincs többsége, folyamatosan ülésezik, ülésezni is fog, akár online módon is. Itt Ásotthalmon valamennyi időszeméről gondoskodunk, hiszen fölháborítónak tartom azokat a megjelent véleményeket, írásokat, amelyek azt mondják, hogy egy ilyen járványügyi helyzetben le kell mondanunk a legidősebbekről, mert ők terhet jelentenek egyébként is a társadalom számára. Én természetesen nem osztom ezt a véleményt, fölháborítónak, vérlázítónak tartom, ugyanis egy 20 éves ereje teljében lévő bűnöző az, aki terhet jelent a társadalom számára, nem egy munkában megőszült vagy akár megfáradt szépkorú, aki egyébként az éppen munkába siető gyermekeinek a gyermekeire, tehát az unokáira szokott vigyázni. Ezért itt társadalmon, ha kell, bevásárolunk bárkinek, bármelyik olyan időszemének, aki ezt kéri, hogyha kell, akkor visszük ételhordóban az ételt, az ebédet, és vigyázzunk rájuk, oda figyelünk rájuk. Azt kérem polgármester társaimtól, hogy azokon a településeken, ahol fizetős parkolási rendszer van, tegyék a vészhelyzet idejére ingyenesé a parkolást, hogy ezzel is csökkentsük a tömegközlekedésben résztvevők arányát. Arra kérem Magyarország kormányát, hogy ebben a vészhelyzetben most különösen figyeljen oda az állami szféra dolgozóira lássa el őket védőfelszereléssel, készfertőtlenítővel, nem tud az állam működni, egészségügyi dolgozók, rendőrök, vagy éppen postások, vagy vasutasok nélkül. Szintén arra kérem Magyarország kormányát, hasson oda, hogy valamennyi végrehajtási eljárást függesszenek fel, állítsanak le a veszélyhelyzet elmúlásáig, mert most Sokkal jobban oda kell figyelnünk egymásra, sokkal türelmesebbeknek kell lennünk egymással, mint valaha.